Na szasztok srácok, elkezdett a következő videó, itt van olyan Boldi. Sziasztok! És ez nem lesz más, mint a reakció régi focis videókra bónusz rész, amit már megígértünk az előző ilyen videóban. Egyébként elmondanám, hogy lehet, hogy lesz még rész, attól függ, hogy találunk-e valamilyen érdekesebb videót, ami úgy vicces is, meg stb. És annyit még elmondanék, hogy nekünk van egy közös Instagram oldalunk is, amit itt valahol megtaláltok. Azon rakjuk ki, vagy oda rakjuk ki a közös videós dolgokat, mindenféle videós dolgokat oda rakunk ki. És lehet, hogy lesz ott egy nyereményjáték. Szóval hamarosan. Hamarosan, szóval ezért még érdemesebb bekövetni. Ahol szóval nyerhettek valami jóságot, de ezt be kell követni. Úgyhogy menjetek le, és kövessetek be, de csak ezen a videó után, mert ez egy nagyon vicces videó lesz. Ugyanis ez a bónusz videó arról fog szólni, hogy az előző videó ugye az EGRI, egy ilyen EGRI kupán volt, és ez ugyanaz, csak a szálláson, az edzőnk ilyen kis troll volt, és levideózott minket a szálláson. Miközben aludtunk, meg előtte is, meg stb. Az a lényeg, kicsik voltunk, nagyon viccesek voltunk. Cringe, nagyon be fogunk élni, de hát be kell vállalni. Mert ez is vicces egyébként. Amúgy nem az elején vagyunk mi, hanem majd ott a vége felé, de igen, na, várjátok meg. Itt kezdődik. Kiknél kezdődik a muzsika? Ejjj, egy popó! Szerintem ez ki lesz cenzúrázva. Így van. Ez a Dávid. Ez meg a Csongi. Mekkora forma. Egyébként ilyen két emeletes ágyak voltak. Lelként a mai napig emlékszem rá. Jó, ez a Ricsi! Na jó, Ricsikém, mekkora forma vagy. Jó. Ez a Dávid, azt a rohadt. Hát igen, itt nagyon-nagyon kicsik voltunk. A Ricsi nagyon rövegek. A Richmond, ez azt hiszem az Oli? Nem. Dehogy is. Nem Oliver, de valahogy így hívták. Erre a gyerekek úgy fura nem emlékszem, hogy kicsoda. Na mindegy. Aztán, igen, a Dávid meg van őrülve. Úgy tudott röhögni, hogy ezt nem hiszem el. Igen. Na, a következő szoba, ahol Oliver található. Bence, Krisztián a távoli lövő. Igen. Bence a csatár, aki nagyon jól cselez. És Barnus a vadállat. A kapu. Ott rónul fent. Így is van. Bence is bebújik az ágyba. Erotikus pózt csinál. A Krisztián is. És a nagy szultán ott És a nagy szultán ott ül fent. Az meg elaludt. Az rászta a segéd. Ez az, így is van. Na, egyébként igen, ilyenek lesznek. A hangot érdemes egyébként majd figyelni, valami ugye a videó alatt lesz, ugye, ez is ilyen vicceske. Kövi szoba, nem tudom, amúgy, melyik lesz a miénk. Amúgy én ezt nagyon élveztem, ezt a kis kupát, és ezek még nem mi vagyunk. Itt is a kigyúrt felső testek. Ez a Szabi, Balogh Szabi, igen. Úristen, de olyan durva, hogy őket még mostanában is ismerjük, és ja, nagyon sokat nőttek. Szamkó Marci, igen, ő is. Nem tudom, kik voltak ebben a szobában még itt. Aztán a Pajt, meg még a Varga Gergő, aztán ennyi. Így is tudtam. A Varga Gergő, ott mosolyog, úgy is van. 2 centire a kamerát a fejébe. És a Pajt. Úristen, ő is amúgy mennyit nőtt. Így van. Ott kis bibis a lába szegénykének, és ott van valami plusz állata is, ha jól láttam. Egy focilabda. Kisznájkoltuk ott a dolgokat. Szerintem, hogy most... Nem! Zsombor! Ez a Széchenyi zsombi. Integető. Új, itt meg oda kell. A Juhász Boti. Dominik. És... A Juhász Boti, aki nagyokat lő. Meg a Márk! Na jó! micsoda beállás is ez a haj, ez a legnagyobb forma amúgy ott hátul. Tényleg régen neki ilyen izés volt. Itt le volt ott nőve a haja. Boti is ott. Dominik az be van. Zavarba van. Állnak egy helybe. Vigyázzálás van. Így is van. Egyébként ezek ilyen, nem tudom, ezek ilyen koleszszobák voltak. Hát valami olyasmi. Valami koliba laktunk, aztán pár napig, amíg ugye volt a torna. Úgyhogy már ki is paterolja az edzőt a szobából, hát milyen dolog ez, de megyünk a következő szobára, ahol szerintem már mi leszünk. 306-os szoba, ez szerintem volt a miénk. No. Így is van, ott vagy, figyelj, ott a Máté.
ott a Máté ott rónol fenn, befosol ott mosolyog, így nagyon-nagyon nagy forma. Őt már sokszor láthattátok a videóban, mert azóta is nagyon jó barátok vagyunk. És ott a kis Plüse, aki azt mondom, a mai napig is megvan, a Tigris. Pont ma mutatta meg, hogy még mindig megvan. Nagy Tigris, így is van. És itt vagyok én! Rohadtad a beállásra! Nem tudom, mit... Nézd a fejem! És aztán milyenkor kérdeztem, hogy megmostam el a fogamat. És mutattam a szép fogaimat. Jézusom, és a Boldi! Én meg voltam zavarodva szerintem. Nézd a fejét! Hogy örül magának, nézd! És nem tudom, tudom, hogy valami seb a szádon. Ja. Megtípett az ellenfél valami. Ja, hát ez ilyen meccsek alatt, az nyilván muszáj. Nem tudom, mit magyaráztam, de nagyon röhögtem, az biztos. És az Andris! Neki is ott van a kis mackója, hát még nagyon kicsik voltunk. Hát hány évesek lehetünk kb. 9-8? Inkább 9 szerintem. De a Tominek nagyon vittes volt az az ilyen szemüvege még rajta. Hát, az mindenkinek a frizurája ilyen tarkopaszra le van vágva kb. Legnagyobb forma. Amikor aludtunk, itt volt a Boldi, aki nem tudom milyen beállásban. Milyen pózban, én itt szerettem. Magzat pózban alszik. Szerettem így mászkálni az ágyon. Így van, magzat pózban alszik a Boldizsár. Aztán Andris. Hát és eléggé bekábult. Beverte a szunyát. Eléggé. És sose tudtam háton aludni. Én mindig valahogy ilyen oldalasan feküdtem. És azt hiszem nekem itt gyulladt be a fülem, és úgy aludtam el, hogy így fogtam így a fülemet. Igen. Úgy aludtam, hogy fogtam a fülemet, de nagyon-nagyon fájt a fülem, nagyon be volt gyulladva, és nem tudom mi volt. Hát azért hallgattad ott így az estézét. Hallgattam DJ, és a Máté, Hát ő nem nyilatkozik, ő befordult, így van. Úgyhogy srácok, ez a videó ennyi is lett volna, reméljük, hogy tetszett, és jót röhögtetek ezeken a felvételeken. Ha találunk még, mondom, ilyen jó focisokat, akkor azokat majd nyilván le fogjuk reagálni, és hát akkor találkozunk a közelebbi videóban. Sziasztok! Szevasztok!